Az Ez itt a kérdés stúdiójában Horváth Szilárd. Napjainkra a kibertér a nemzeti érdekek érvényesítésének terepe Ma már gyakran emlegetik a geopolitika ötödik dimenziójának. De mi is pontosan a kiberdiplomácia és milyen tényezők befolyásolják a nagyhatalma kiberpolitikájának alapjait? Erről beszélgetünk, kezdünk! Érkezik hozzánk Molnár Dóra, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa azt mondja, a kiberpolitika célja a konfliktusok eszkalálódásának elkerülése. A kibertérben ezért kiemelten fontos az államok régi új együttműködési csatornájának a kiépítése. Itt lesz velünk Márton Fibalás. Az Ötvös József Kutatóközpont Amerika Kutatóintézetének vezetője szerint a kibertér az államok együttműködésének és versengésének egyik legfontosabb 21. századi tere. A kiberdiplomácia pedig az állami érdekérvényesítés egyik leghatékonyabb módszere ebben a térben. A kibertér ma már a globális konfliktusok ötödik dimenziója, hat szintér, ahol a tét, pénz és hatalom, és aránk leselkedő veszélyek is riasztóak. Ez pedig már Nyári Gábor, az Ötvös József Kutatóközpont Kiberbiztonsági Kutatóintézet tudományos munkatársa vaja. Szeretettel köszöntöm nézőinket a képernyők előtt és vendégeinket itt a stúdióban. A diplomácia egy nagyon fontos szeretéről beszélgetünk ma este, de persze, mint annyi minden másban, en, ebben is leginkább Magyarország érdekel bennünket. Engem például legelsőként is az, hogy a kiberdiplomácia, a diplomáciának ez a fontos és nagyon különleges szerete, aminek a tartalmát mindjárt megbeszéljük, mennyire szolgálja Magyarország szuverenitását, szóval mennyire kell, hogy figyeljünk a kiberbiztonságra, a kiberdiplomáciára ahhoz, hogy egy önálló, magabíró, független döntéseket hozó Magyarország Országról beszélhessünk. Talán akkor kezdem én itt, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Roppant érdekes a téma. Ugye általánosságban azt tudjuk elmondani, hogy a diplomácia minden szeletére kiemelten sok figyelmet kell fordítania, egy kis regionális és középhatalomnak, köztük Magyarországnak is, mivel hogy nagyhatalmi erőforrások hiányában kénytelen az érdekérvényesítési képességét kreatívan és hatékonyan felhasználni. Természetesen a kiberdiplomácia az annyiban bonyolítódik, hogy a kibertérben nem lehet autarkiára törni, tehát nem lehet kizárólagosan önellátó szerepet felvenni, Mert akkor a küzdelem és a verseny a kibertérben, illetve a kiberteret alátámasztó infrastruktúrában, hogy egy hazánkhoz súlyban, illetve rég, regionális pozícióban közelítő állam nem tudna autarkiát fenntartani. Tehát együtt is kell működni, versengeni is kell, és meg kell találni azokat a szuverén pontokat, amik kiemelten fontosak magyar biztonságpolitika és külpolitika számára, és ott érvényesíteni a kiberdiplomáciai képességeinket. De a nagyhatalmak itt tudják érvényesíteni a fölényüket, tehát nekik rendelkezésükre állnak ezek az erőforrások, mondjuk egy Kína vagy Amerika Egyesült Államok szintű, és akkor mondhatnám persze a kibertérben fontos vállalatokat és egyebeket. Egy ilyen szintű nagyhatalom tudja érvényesíteni a befolyását ebben a térben is. Tudja természetesen, bújtatva is, és nyíltan is. Tehát alapvetően ezt érzékeljük a kiberdiplomáciában, én a kibertérben történő versenykésben, hogy valahol azokat a szabályokat, amiket érzünk szerintem itt a mindennapokban, hogy nagyhatalmi versengés folyik, és egyre jobban folyik, lezárul talán azt a amerikai unipolaritásnak hívott, illetve nagyhatalmi együttműködési logikával, narratívában alátámasztott időrend, amit unipolaritásnak vagy a liberális világrend vagy a poszthidegháborús korszaknak hívunk és most pedig érződik, hogy a versengés áttevődik mindenhova. A nagyhatalmak szeretnék és tudják is az én meglátásomban az érdekeiket érvényesíteni, ahol most az ütköző pontukat látjuk, hogy alapvetően az elmúlt 20 évnyi amerikai hegemónia miatt azokat a szabályrendszereket, amiket normatív módon úgy gondolunk, hogy velejáróra a rendszernek kikezdi, Kína és Oroszország. Ezt az Egyesült Államok szereti revizionista politikának hívni, de valójában ők csak azt mondják, hogy a saját érdekszféráikat és hatalmi gócpontjaikat szeretnék. Na hát akkor nézzük meg közelebbről, aztán visszatérünk ide a szuverenitás kérdéséhez, de hogy egyáltalán mit jelent ez, hogy kiberdiplomácia van-e ilyen? Tehát, vagy ez a diplomáciának egy olyan különleges Ága, vagy része, vagy módszere, amelyel élnünk kell, de külön kiberdiplomáciát nem nagyon kell meghatározunk, bár írtak erről egy könyvet, éppen ön az egyik szerzője kiberdiplomácia címmel. Igen. Szerző, de egyben szerzők vagyunk mindannyian, akik itt jelen vagyunk, illetve kolléganőmmel szerkesztettük. Ez a kiberdiplomácia, ez egy új. Fogalom, de lényegében itt a régi diplomáciai megoldásokról van szó, csak egy speciális módon megjelenítve a kibertérben, ami viszont ugye napjaink új kihívása és tere. Itt a lényeg az, hogy a államok ugyanúgy működnek együtt, mint ahogy együttműködtek évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt is, csak ennek egy specifikus téren történik ez az együttműködés, de nagyon hasonló célrendszerrel és a központ az az érdekérvényesítés. Ugyanúgy az érdekeiket szeretnék itt is érvényesíteni, és lényegében az, ami a kibertérben zajlik, az a fizikai térben történő eseményeknek egy speciális lecsapódása. Ugyanaz vetül ki a kibertérre. Na most, amikor kiberdiplomáciáról beszélünk, ott egy nagyon fontos cél az, hogy a hatalmak, és most nem nagy hatalmakat mondok, hanem a nemzetállamok konszenzusra jussanak például egyezményi téren, hogy tudjanak mondjuk egy egyezményes megállapodást kötni. Kiber vonatkozásban ez rendkívül nehéz, sőt, igazából nincs is kilátásba az, hogy kiberegyezmény, nemzetközi kiberegyezmény megszülessen, számosokból kifolyólag, sokkal inkább egyéb mechanizmus azok, amik dominálnak az államok között, lazább kooperációra törekszenek, és például a bizalomerősítő intézkedések azok, amelyeket már elfogadtak, számos több körben is, és amelyek révén próbálják építgetni, intézményesíteni a kapcsolatokat. Tehát egyik rész az a multilaterális együttműködésnek egy specifikus területe, a kiberdiplomáciát illetően, és van egy másik nagyon fontos terület, amikor a két oldalú kapcsolatokat létesítenek az államok egymással, bilaterális alapon működnek együtt, akár egyezményi szinten, akár párbeszédet, konzultációt kialakítva, és így próbálják ugye formálni az érdekeiket és artikulálni. Nemzetállamokat említett, és az jutott erről eszembe, hogy, hogy Fontos-e ez hogy nemzetállamokról beszéljünk e vonatkozásban? Mert hogy általában azt gondoljuk, hogy a nemzetállamok alkalmasak arra, hogy megvédjék az embereket a különböző nemzetközi vállalatoknak a túlhatalmától. Itt a kibertérben ez aztán eléggé egyértelmű, hát néhány nagy vállalat uralja ennek a térnek a nagy részét. Fontosak-e tekintetben a nemzetállamok? Fontosak a nemzetállamok ebben a tekintetben, sőt nem csak a nemzetállamok fontosak, hanem adott esetben a nemzetállamok különböző tömörülései, mint például amilyen az Európai Unió. A nagyvállalatok ugyanis, a nagy technológiai vállalatok jelen pillanatban nem csak a, a kicsi vagy közepes méretű országokat fenyegetik, most idéző ebbe persze ezt a szót egy kicsit, egyre aggasztóbbnak tartják a a technológiából eredő túlhatalmat, az igazán nagyok is. Tehát érdekes módon az Amerikai Egyesült Államok törvényhozásában hosszú ideje napi renden van annak a kérdésnek a a rendezése, vagy rendezési kísérleteknek a kidolgozása, hogy a nagy technológiai cégeket hogyan lehet, hát hogy is mondjam, csak egy kicsit megnyírbálni a szárnyaikat. Hát az Európai Donald, Uniónál végképp. A hát Donald Trumpnak a letiltása a Twitterről az nagyon szépen jelezte, hogy az amerikai elnöknek nem volt akkor a hatalma, hogy ott maradhasson a Twitteren. Tehát egy nemzetközi cég, egy ilyen technológia óriás tulajdonképpen korlátozta az ő politikai hatalmát, és a politikai lehetőségeit is korlátozta. Az egyik legjelentősebb amerikai agytrösznek az elismert szakértője, tudósa vetette fel másfél évvel ezelőtt, hogy a nagy technológiai cégeket pontosan ugyanolyan státuszba kell helyezni, mint a nemzetállamokat a nemzetközi parandon, egyszerűen azért, mert egy-egy óriás cég, Microsoft, Google hatalma jelen pillanatban messze meghaladja egy kis vagy közepes államnak az érdekérvényesítő hatalmát. Tehát az volt a felvetés, hogy ezeket ugyanolyan nemzetközi diplomáciai alanynak kell tekinteni tulajdonképpen, mint egy nemzetállam. Itt vagyunk a diplomáciánál. Jó. És akkor én ehhez rácsatlakoznék rögtön, mert ugye ez az egyik nagy ütköző ütközőpont a keleti és a nyugati blokk között, hogy kik is azok, akik a, akik a passzát szelet fújják majd, akik az internetkormányzásban részt vesznek, hogy csak a nemzetállamokra koncentrálunk, vagy ezt a kört kiegészítjük pont az ilyen nagy tech cégekkel. Ugye alapvetően a, a nyugati orientáció országok azok, akik ez utóbbi mellett törnek láncsát, míg a keleti blokk azért élen Kínával és Oroszországgal sokkal inkább a nemzetállami modellt preferálják, és az államok az szuverén entitások, akik többek között ilyen hatalommal is fel vannak ruházva. Nekünk mi az érdekünk? Nekünk alatt mit értve? Magyarország. Magyarország? Igen, igen. A nekünk alatt mindig ezt értem, ezen az egész beszélgetésben. <laughs> <Jó. gül> Magyarország esetében azért mindig nehéz a kérdés, hiszen mi egy kicsi állam vagyunk Európa közepén, és vannak bizonyos igazodási pontok. Tehát egyrészt az érdekeink nyilvánvalóan egybeesnek, mind az Európai Uniós, mind pedig a nato érdekekkel. Nehéz más irányba lavírozni, egyensúlyozni. Másrészt pedig az érdekünk egy dolog, de a képességünk egy másik dolog, hogy mire is vagyunk képesek. Ezeket a képességeket minden államnak önállóan, szuverén módon kell kiépíteni. És kezdve mondjuk az alapok lerakásával, ami jelen esetben az oktatás elsősorban lehet példákat mondani, nagyon üdítő pozitív példákat szerte Európából, hogy hogyan építik fel már az alsó tagozattól kezdve egészen az egyetemi kutatóközpontokig a folyamatos képzést, oktatást az alapoktól. Brittek erre tökéletesen jó példák. Nálunk még nyilván gyerekcipőbe jár ez a kérdés is, tehát van hova fejlődni, de pozitív minták vannak. Hogy érti ezt a felépítést? Mert nyilván nem a diplomáciának a felépítését, hanem az, hogy például hogy védjük magunkat? Nem itt az oktatásra gondolok, hogy Kellő szakembergárdés kell nyilvánvalóan, Értem. hogy például kiberdiplomatákat képezni, vagy akár technikai oldalról is a megfelelő védelmi, akár támadó képességekkel rendelkezni, hiszen azért manapság már hiába csak diplomáciáiról beszélünk, de mérgesedik a helyzet a kibertérben is, és bizony a védekező mellett a támadó kapacitások is gyakran előtérbe kerülnek. Igen, itt a szerkesztőn kezembe adott egy idézetet, ugye a Klauszevic idézetet, hogy a háború a politika folytatása más eszközökkel, de ön is ezt mondja, hogy a kibertérre is érvényes, tehát nem csak a múlt háborúja érvényes ez, hanem a jövő háborúira is, és azokat meg jelentős a kibertérben vívják? Meglátjuk, hogy hol fogják vívni a jövő háborúit, nem feltétlenül a kibertérre, vagy csak a kibertérben, sokkal inkább összekapcsolva a világűrrel ezt a kérdéskört, hiszen ez a két tér, ez elválaszthatatlan lesz a jövőben egymástól, sőt, már most is az. És kérdés az, hogy mit értünk majd háború fogalma alatt, mert ez sem tisztázott a mai napig. Ez egy nagyon új terület, ahol jogi kötőerővel bíró dokumentumok még nem igazán léteznek. Vannak Előírások, ajánlások, senkinek nem kötelező módon, például a kiberháborúra, kiberfegyverre vonatkozóan is. Ez a Tallini kézikönyveknek a két kiadása már megjelent, most dolgoznak a harmadik kiadáson, ahol ezeket a kérdésköröket boncolgatják szakértők, illetve államok, rögzítve egy egyezményes megállapodás, nem nemzetközi kötőerővel bíró megállapodás, de ez egy nagyon új terület. És hogy hol lesz az a küszöb, amikor már háborúról beszélünk? majd még ez a jövő kérdés. Ja, hát igen. Igen, pont ahogy mondta, ugye, hogy a háború az a politika folytatása más eszközökkel, a diplomácia és a politika folytatása más eszközökkel, és a kiberdiplomáciában ugyanezt éljük meg, hogy mi Magyarország érdeke, ez egy roppant érdekes kérdés, alapvetően egy olyan kibertér megléte és egy olyan szintű regulációja, ahol a legmagasabb érdekérvényesítési képességet tudjuk biztosítani hazánk számára. Hogy ez pontosan micsoda, ezt én nem tudnám így megválaszolni, mert ennyire még nem kiforrott a jövő, csak inkább azokat az alapilléreket tudjuk Nézzük látni, meg. hogy... hogy... Parancsol? Nézzük meg az alapilléreket akkor. Igen, hogy az alapilléreket alapvetően, úgy értem az alapilléreket, hogy hogy amennyire én a magyar külpolitikai alakulásokat értem, a, a nyitott és a nem túl nagy versengést Biztosító kibertérben tudnánk jól működni. Tehát alapvetően, ahol egy kis, közép és regionális hatalom is tud beleszólni a vitákba, és nem arról van szó, hogy pusztán nagyhatalmak ledominálják ezt az egészet. Hogy ennek melyik leképeződése a legjobb, a normatív, tehát konstruktivista megközelítés, a reciprotizás, vagy a nemzetközi jogi alapú, vagy a realista nagyhatalmi versengés alapú, az igazából kialakításra kell, hogy kerüljön itthon is, és sok szerv foglalkozik ezzel de szerintem pont ahogy érezzük, hogy a hatalmi vetületek átalakulnak és már a jövő háborúiról beszéltünk a kibertérben, de itt a, a határunkon zajlik egy kinetikus háború, ugye a régi szabályok szerint, sőt egyre jobban úgy látjuk, hogy a még régebbi szabályok felé térünk vissza, hogy nem lehet esse el elfelejteni. És a kiberbiztonság, a kibervédelem, a kiber elrettentés, ezek mind hasznos fogalmak, amiket használnunk kell, amikor a kiberdiplomáciáról beszélünk. Na jó, amikor a kiberdiplomáciáról elkezdtünk beszélni, akkor egyrészt ugye rögtön belecsúsztunk ebbe a, a nagyvállalatok megregulázása a témakörbe. Milyen témakörei vannak még ennek a diplomáciának? A kiberdiplomáciának van néhány olyan fontos Kurens területe az elmúlt években kialakult, hát hogy is mondjam, csomópontja, amelyek folyamatosan foglalkoztatják az ezzel foglalkozó szakembereket, szakdiplomatákat. Az egyik óhatatlan a kiberbűnözés kérdése. A nemzetközi kiberbűnözés kérdése, ezt így fogalmazok. Tulajdonképpen azért érdemes ezt külön hangsúlyozni, mert ha valahol akkor a kibertérben zajló, hát illegális tevékenységeknél nagyon élesen érvényesül ez a fajta globalitás. Tehát ugye mindenki tudja, adott esetben egy számítógépes bűncselekményhez elég valahol a világ egyik pontján ülni, hogy ezt máshol adott esetben kárt lehessen okozni. Ez az egyik legfontosabb terület szerintem, ahol a kiberdiplomácia folyamatosan igyekszik egyeztetni. Nagy szomorúságom egyébként, a tavalyi évben rendkívül pozitív fejlemények látszottak kibontakozni a két igazán nagy érintett az Egyesült Államok és Oroszország között, ami aztán hirtelen az év vége felé egyszerűen látszólag számunkra értetetlen okoknál fogva megfordult. Egyszerűen arról van szó, hogy tavaly június 16-án, amikor az elnökök találkoztak, egy szerintem páratlan megállapodást kötöttek a kiberbűnözés visszaszorítására, azon az egyszerű úri emberi alapon, hogy ti visszafogjátok a saját bűnözőiteket, mi pedig hát igyekszünk majd visszafogni azokat, akik adott esetben ellenetek tesznek. Úgy tűnt, hogy ez működik, konkrét intézkedések születtek, az oroszok lefogtak nagy nemzetközi hát kiberbűnözői csoportokat, amelyek Oroszországból okoztak kárt, de sajnos ez a folyamat megállt. A kiberbűnözés őrületes veszteségeket okoz a világgazdaságnak és a világ társadalmainak. Ugyanis az egyik leg hát célszerűbb tevékenység a kibertérben való illegális pénzszerzésre, az a társadalom igazán érzékeny pontjainak a támadása, az úgynevezett kritikus infrastruktúráknak a támadása, ott lehet a legkisebb befektetéssel a legnagyobb károkat okozni, a kiberbűnözés tehát nem egyszerűen annyi már, mint amikor nekünk kilopják a zsebünkből a villamoson a pénztárcánkat. A kiberbűnözés a társadalmak összeomlásával fenyegető tevékenység. Én ezt azért is hangsúlyoztam, mert ugyan érdekes módon most éppen a kiberháborút kutatom, de egyre inkább azt látom, hogy a kiberbűnözés talán nagyobb súlyosabb probléma. A kiberháborúra, amiről beszélgettek a kollégák, beszélgettek a, a műsorvezetővel, Ugye az jutott eszembe, a, a műsor előtt is váltottunk egy pár szót, és én az egyik volt brit vezérkari főnök helyettesnek a szavait idéztem, aki a katonákra jellemző, hát sokszor bunfordi, de nagyon pragmatikus megközelítéssel azt mondta, hogy milyen kiberháború. Nincs ilyen, hogy kiberháború. Háború van. Ez azt jelenti, hogy ne legyenek illúzióink. Mindenki minden eszközt alkalmaz és alkalmazni fog, amire éppen szüksége van. Az oroszok ugyanúgy, mint az amerikaiak. A háború mindenre kiterjedő tevékenység. Igen, itt néztem az elmúlt napokban az Elon a nyilatkozatait, ugye, hogy működteti-e a különböző műholdas vevőket Ukrajnában, vagy nem működteti, mert ott 80 ezret helyezett el állítólag, hát ez eléggé nagy szám, és nincs pénzem működtetni, hát nem féltem, hogy van-e pénze, vagy nincs-e pénze, de a lényeg az, hogy ezek nyilvánvalóan, ezek kibertechnikák tulajdonképpen, ugye? Tehát ez itt arról beszélünk, hogy ha ezek Igen. nem működnek, akkor nem működnek a, az ukrán harci eszközök. Sőt, bocsánat, erről az jut eszembe csatlakozva az előbbi egyik nagyon fontos témához, ugye, amiről többször többnek kifutásban beszéltük a nagy technológiai cégek szerepe a világban és a szabályozás. Pont Elon Musk kapcsolatban merült fel most a, a legutóbbi hetekben az, hogy nem egyszerűen a békében, de a háborúban is tulajdonképpen félként kell tekinteni egy nagy technológiai cégre, hiszen ha Elon Musknak a technológiája jelentősen hozzájárul a katonai cselekményekhez, akkor az oroszok szemében Elon Musk egy hadviselő fél. Tehát érdekesek ezek a problémák, ahova fejlődnek adott esetben a, már a közeli jövőben is. Igen, még hogyha nem is de jure hadviselő de te facto fel. hogy teljesen, ugye úgy fogalmazott ezzel a Starlink-kel kapcsolatban, ugye a műholdakkal kapcsolatban, hogy anélkül nem tudnák az, az, ukrán technikák működni, inkább részlegesen vagy kevésbé hatékonyan, ugye itt a hírszerzés és a hírszerzési folyamatok áttetszése és hatékonysága és hatásosságáról beszélgetünk, illetve azért azt látni kellett, hogy ezekből a tweetekből nagyon úgy tűnt, hogy Elon Musk megpróbált egy kis amerikai védelmi minisztériumi pénzt szerezni, hogy ugyan már legyenek kedvesek ők finanszírozni, ha már annyi pénzt is ölnek az ukrán haderőbe, akkor az ő cégén keresztül is. De azt azért, ami nagyon érdekes, hogy Elon Musk tweetjeire milyen és milyen módon reagálnak más világvezetők, ukrán nagykövet, Putyin, más szóvivők, azért ez egyértelműen azt jelenti, hogy, hogy igenis komoly faktor, amivel számolni kell. Ez ha... is a kiberdiplomácia része, ahogy reagálnak rá, ugye? Igen. Igen, tehát a kibertér szabályozására tett és itt ugye, ami fontos, két fontos különbség van, mert bár teljesen egyetértünk abban, hogy a háború természete nem, de karaktere azért változik, hogyha szabad Klausewitz, Klausewitz idézni ön után szabadon, akkor... De ezt én... is mondta Klausewitz, hogy változik a karaktere? Igen, 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 igen de a természete jó. nem. Azt hittem, hisz, hogy ez már az ön hozzá... Nem, 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 nem. igen, ez már ja. másik Klausewitz idézet, igen, ja. hogy a, a kiberháború vagy a kiber a diplomácia karaktere annyiban más, hogy itt azért az attribúciós kérdés sokkal bonyolultabb, illetve a kibertér az nem... Ez mit után... jelent az attribúciós kérdés? Mindjárt válaszolok, mondom, hogy a másodikat, Lenne. a második pedig a kinetikus és a virtuális közötti kapcsolat, ami a kibertérben Ó, ezt is meg kell magyarázni. Igen, kezdjük az attribúciossal talán, ami könnyebb. Ugye az attribúciós amerikai tábornokot idézve, azt mondja az attribúció, az interkontinentális balisztikus rakétáknál nagyon könnyű, tudom honnan lőtték ki, van egy viszont válasz válaszfeladó cím, honnan lőtték ki, ő okozta, tudok rá reagálni, ezért az elrettentés logikája könnyedebben működik, több információval és megosztott információval dolgoznak a felek. A... Bocsánat, de nevezzük meg, mert lehet, hogy továbbra se értik a, az ezzel nem foglalkozók magát a szót. Azt jelenti, annak a megállapítása, hogy ki követte el. Ez az attribúció. Ki és honnan lőtte? Na, Igen. A honnan kevésbé lényeges, a, a honnan általában könnyebb megállapítani, mint az, hogy ki csoda. Mint az, hogy ki. Uh -huh. És a másik probléma, köszönöm, hogy kiegészítettél, az pedig ugye a kinetikus és a virtuális közötti különbség, hogy a kibertér egy olyan tér, amiről beszélgetünk, amit megélünk a társas médiákon, megélünk különböző más módon, amit alátámaszt valami fajta infrastruktúra, a kinetikus világban lévő infrastruktúra, amit ugye meg tudok fogni fizikai valóságában. És még régebben nagyon leegyszerűsítve úgy gondolkodtunk, hogy csak úgy lehet Kiberháborút vívni, hogyha a kibertéri támadások a virtuális térből áttérnek a kinetikussá, tehát felrobban a számítógép, leáll az atomerőmű. Most már azt látjuk, amire Gábor utalt, hogy olyan szintű károkat lehet okozni csak a virtuális részének a kibertérében, amik konkrétan Kázusbellit tudnak biztosítani egyes nemzetállamok részére, akik ugye a hatalmi csúcsintézmények korunkban. De ez ugye a szuverenitásunk fontos része, hogy meg tudjuk védeni az infrastruktúránkat, tehát itt a diplomácia nagyon is szuverenitási kérdés a kiberdiplomácia ez a egyik legfontosabb minden országnak a, a, digitális, a kiber infrastruktúra védelme, erre a legnagyobb erőfeszítéseket teszi mindegyik, a kicsik is, a nagyok is, közepesek is. Utazhatunk egy kicsit a történelemben, mert ugye ezért rémítően hangzik, hogy bizony itt a 21. században a nagy technológiai cégek, azok nemzetállami státuszt kapnának már, mert, mert hogy olyan hatalmuk van. És tényleg, ha megnézzük a hatalmukat, hát némely nemzetállamnál nagyobb anyagi erővere rendelkeznek, ez biztos, lehet, hogy sok nemzetállamnál nagyobb anyagi erővel rendelkeznek, de Hát már volt ilyen a történelemben, hogyha megnézzük mondjuk a nyugat-indiai társaságot, állam volt az államban, tulajdonképpen a nyugat-indiai társaság hordította meg Indiát, nem pedig Anglia, és a gyarmatbirodalmat is ez a társaság hordította meg. Hát az anyagi ereje biztos nagyobb volt Angliáinál. Valahogy azt is kezelték. Hogy kezelték? Tudunk valami párhuzamokat vonni? Én, én mondanék most erre egy nagyon jó példát, és Kínánál maradva, ha már a távol keleti térségre evesztünk, van a One Belt One-ról egy, egy út kezdeményezés, amelynek, amely alapvetően egy szárazföld és egy tengeri régi sejemúthoz visszatérő elképzelés kiépítése, de ennek a kínaiak csináltak egy kiber útvonalát is. Aminek az a lényege, hogy a befektetés és a kereskedelem politikájuknak egy nagyon specifikus artikul, artikulációja ez, amelynek révén Szó szerint egyrészt fizikálisan összekötik az afrikai kontinenst Kínával, tehát 200 ezer kilométer hosszú kábel köteget képzeljünk el, és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrával, de emellett ugye ezen keresztül, hogy onnan indulva, hogy Nigériában nyitottak 5 évvel ezelőtt egy iskolát, 5 éven belül a Huawei 48 afrikai országban volt jelen, és hogy mekkora támogatottságot szereznek mindez által, bármilyen kérdés merüljön föl mondjuk az ENSZ porondján, amikor támogatók kellenek mondjuk a kiberszuverenitás megfogalmazása, vagy a nyitott kibertér mellé, akkor bizony ott fognak sorakozni Kína mellett ezek az országok. Tehát ez is a kiberdiplomáciának egy nagyon specifikus területe, nagyon jól működő területe, nem a hard eszközökkel, hanem kifejezetten a soft eszközökkel, és mondjuk Kína nem, Kínára ez jellemző, tehát azért itt van egy több éve év ezredes gondolkodás szuncétől eredeztetve, hogy fontolva hogyan haladnak és a Összpontosítanak, és ez teljes mértékben ebbe illik, ez a gondolatmenet is. És Magyarország hogy tud ebben a helyzetben egyensúlyozni? Mert ha már a huawei említette, ugye komoly vita van a világban arról, hogy beengedjék-e bizonyos országba, vagy ne engedjék be, mondjuk az 5G hálózatok fejlesztésénél például. Ez is a kiberdiplomácia része, gondolom én, hogy most milyen cégeket engedünk be. De ugye nekünk az lenne az érdekünk, hogy mindenfelé jó kapcsolatokat próbáljunk fenntartani. Lehet-e egy bizonyos ponton túl mondjuk a kibertérben? Azt gondolom, hogy nem. Ilyen szempontból tényleg nem igazán jellemző a különbség a kiber meg a nem kiber világ között. Egy kis országnak ahogy ez már szóba került, egyszerűen korlátozottak, behatároltak a lehetőségei. Az az ügyes, az az ügyes diplomácia, amelyik képes ezeken a határokon belül mozogni, és ilyenben bőven dúskál a történelem ilyen példákban, tehát egyáltalán nem lehetetlen, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy a kibertérben is lehetséges viszonylag jól a nemzeti érdekeket képviselni. A Huawei ügye nem könnyű, tehát meg mindig fontos az időpont, a korszak is. Most roppant kiélezett a helyzet Kína és például egyre inkább az, az Európai Unió államai, meg Kína és Nagy-Britannia között tehát ilyenkor az életben maradás is már egy szép teljesítmény. De hát akkor azt hiszem, hogy Betlen Gábornak a 17. században mondott mondata érvényes, úgy látom a kibertérben is, de valahogy úgy fogalmazott a magyar politika lehetőségeiről, és a magyar diplomácia, és a magyar élet lehetőségeiről, hogy nem mindig lehet mindent megtenni, amit kell, de mindig mindent meg kell tenni, amit lehet. Tehát akkor ez ide is érvényes. Abszolút érvényes, természetesen. Két dolgot szerettem volna mondani, az egyik az ehhez közvetlenül kapcsolódva. Azt gondolom, és ebben mindannyian benne vagyunk a kollégákkal együtt, amennyire én tudom, hogy a mi egyik fontos hozzájárulásunk ehhez, hogy tanárként, kutatóként éppen azon vagyunk, hogy a, például a magyar diplomáciának egy olyan egy vagy több egymás követő garnitúrája termelődjön, kiszülessen meg, akik alapvetően járatosak a diplomácia egyéb szakismeretei mellett ezekben a speciális kérdésekben az egyetemünkön folyik közösen a külügyminisztériummal egy diplomáciai akadémia, ahol mi mindannyian tanítunk a kiberügyekre vonatkozó témákat. Azt gondolom, hogy az egyik dolog, amit tehetünk és meg is teszünk, az az, hogy, hogy a magyar diplomácia rátermett technológiában is járatos emberekkel legyen felvértezve. Ez mindennek a kulcsa egyébként, Balázsa megmondhatója, aki a diplomáciában aktívan dolgozott, hogy az nem elég, hogy a diplomácia általános eljárásait, fogalmait, protokolját ismeri egy, egy szakdiplomata, annak tudnia kell az adott területnek a konkrét szaktudományát is. Ha kiberügyekkel foglalkozik, a kibertérnek a, a problémaköreit. Igen, de visszatérve az eredeti kérdésére, hogy meddig lehet az egyensúlyozást tartani a kibertérben, talán hosszabban, mint máshol, de ugye a makró kérdés az itt az, hogy mit várunk a jövőtől. Ö, általában azt szoktuk mondani, hogy multipolaritás, tehát egy több pólósú hatalmi rendszer jön, ugye az onipolaritás vége, a bipolaritás, a Szovjetunió Egyesült Államok közötti egyensúly utáni korszak az Egyesült Államok unipolaritásának is vége, ugyanakkor érdemes jelzőkkel, attribútumokkal felvértezni ezt a multipolaritást, ezt a, ezt a jövőképet, amit gondolkodunk, mert nem olyan multipolaritásról beszélgetünk, mint amit Betlen Gábor megélt annó, mert az én meglátásomban, de erről vita zajlik, töredezett, egyenlőtlen, blokkosodó multipolaritás jön, ez azt jelenti, hogy töredezett, mert a globalizációs folyamatok által és ennek egy része a kibertér, összefonódtak olyan dolgok, amiket régebben az állam, mint hatalmi csúcsintézmény, teritoriális, önálló, szuverén módon tudott kontrollálni. Ellátási láncok, csippek, rengeteg minden tudunk mondani. Ezért töredezett lesz ez a multipolaritás. Egyenlőtlen, mert a pólusok között egyenlőtlenségű hatalmi mértéket tudunk mondani, nem úgy, mint a Hidegháború előtti korszakban, ahol azért uszkve egyenlő pólusokról beszélgettünk, és blokkosodó, mert látjuk, hogy mentalitásban nem tudunk elszakadni a hidegháborús mentalitástól, hogy hát biztos ugyanaz jön, mint ez, ez előtt jött, tehát hogy mégiscsak választani kell. És a választás az egy kemény tényező, ugye alapvetően erre kell jól felkészülni, szerintem nekünk, hogyha az ön szavait idézheti, hogy mit jelent ez, és hogyan lehet ebben jól navigálni? Azt, hogy választanunk kell, azt mosolyjal mondta, azért mondta mosolyjal, mert nem biztos, hogy kell választanunk, tehát van más esélyünk, mint hogy feltétlenül válaszunk valamelyik blokkot. Az Egyesült Államok külügyminiszter a ma tavaly márciusi NATO külügyminisz értekezleten azt mondta, hogy nem célja az Egyesült Államoknak az, hogy döntéspont elé állítsa a szövetségeseit. Tehát, hát ezt mondta. Egy, ezért igen, szabad reflektálni, azért mondta ezt, mert ez a célja, jó, és ott. pont lehet érzékelni az Oroszország ukrajna elleni agresszióval és mélységesen háborújával, hogy felhasználja az Egyesült Államok ezt a pontot arra, hogy igenis döntés elé állítsa a szövetségeseit, illetve a nem szövetséges államokat is. Tehát ebből a szempontból az én meglátásomban valamikor a döntéspont eljön. Tehát olyan még a történelem folyamán nem volt, hogy a nagyhatalmak nem mondták volna azt, hogy már pedig döntenetek kell. Ugye ez a méloszi dilemma, hogyha szabad visszautalni tüködidész Peloponézusi háborújára. milyen jól szágoldunk itt az évezredekben. Hát az ön, ön után szabadon, hogy az időben lehet, és a térben, időben is térben menni. Tehát itt igen, de ez talán a, a kiberdiplomácia annyiban ugye, amiről beszélgettünk, hogy mégis csak egy különleges válfaj ennek, hogy a globalizációs folyamatok és a, a konnektivitás és az át interdependencia, még más ilyen csúnya Földi oh. szavakkal tudunk beszélgetni, azért, hogy összehatás és összefonódások velünk vannak és élnek. És a kritikus infrastruktúra megvédése, főleg a kibertérben pedig kiemelten fontos mindenki számára. Amikor az előbb beszélt arról, hogy a bűnözésnél milyen megoldások vannak, azt említette, hogy az oroszok letartóztattak egy ilyen, vagy felszámoltak egy ilyen bűnözői csoportot, és akkor ott megállt. Ez azt jelenti, hogy az oroszoknak ebéli tevékenysége egyoldalú volt, vagy azért jött rá amerikai válasz is, tehát ők is letartóztattak azért valakit? A diplomáciának az az szé, egyik szépsége, hogy nem feltétlenül a nagy nyilvánosság előtt zajlik. Hát jó, de ön azért még tudhatja. E, hadd mondjak egy, egy jó példát, ami ráadásul drámai aktualitással bír. Éppen most ezekben a napokban van az úgynevezett kubai rakétaválságnak az évfordulója. Amikor nagyon-nagyon közel jártunk ahhoz, hogy mi például ne üljünk itt és ne beszélgessünk. Ez 1961 62 -1962 -1962 -1962 -1962. A megállapodás, ami megoldotta, gyakorlatilag annyira éles volt a helyzet, hogy már kiadtak tűzparancsot atomfegyverindításra. Tehát effektív tűzparancsot, amit az egyik illetékes megtagadott. Azért vagyunk itt. A helyzet, ez a drámai helyzet úgy oldódott meg, hogy semmifajta papír nem született róla. Emberek telefonáltak egymással, megállapodtak. Az oroszok. Egyszer csak fogták, leszerelték az ő rakétáikat Kubából. Majd telt múlt az idő, és néhány hónap múlva egy csendes éjszakán az amerikaiak leszerelték a saját rakétáikat Törökországból. Tehát a dolgok finoman kultu, a diplomácia egyik lényege az éppen az alkú és az, hogy nem nagy dobra verve, nem a, a nyilvánosság orra elé dörgölve a, a dolgokat. Tehát nem tudjuk, hogy mi volt a az orosz-amerikai alkúnak a pontos tartalma, de azt tudjuk, hogy az oroszok elkezdtek lefogni bűnözőket, és az amerikaiaknak ez volt az egyetlen igazi fontos kívánsága, egyszerűen azért, mert a 2021-es évben az amerikai gazdaságot és társadalmat kezdte nagyon súlyosan fenyegetni az orosz kiberbűnözői csoportoknak a tevékenysége. Az egész keleti part bénult meg adott esetben több hétre, tehát itt tényleg nem tréfa dolgokról van. Szó. De egyébként, ha már úgy is beszélgetünk, akkor hat csapongjak egy kicsit, és az óráimon a, a diákjaimat gyakran kergetem az őrületbe a történeti analógiákkal. Azért az őrületbe, mert hát, hogy is fogalmazzak, ma már nem feltétlenül divat emlékezni az egyetemen arra, ami évekkel azelőtt a középiskolában még tananyag volt. Annyira jó és pontos helyen járt az a kérdés, hogy vajon, vajon vannak-e nem is egyszerűen analógiák, hanem tulajdonképpen konkrét történeti megoldások. Nagyon érdekes dolog például az Egyesült Államok hivatalos köreiben és szakmai köreiben. Éppen a kereskedő társaságok 16-17. századi kvázi államok gyakorlatát felelevenítve, felmerült az az elképzelés, hogy a kibervilág problémáinak a megoldására a nagy technóvállalatok egy hasonló kvázi állami státuszt kapjanak, ez alapvetően egyébként az olyan konfliktusokban játszott szerepet a 16, inkább a 17. században, ahol egymás flottái ellen küzdöttek, és adott esetben gyakorlatilag ezek kvázi állami szereplőként, úgynevezett menlevél birtokában támadták az ellenfelet, ezek merültek föl konkrétan, hogy ugyanilyen, ugyanezt a gyakorlatot kellene jogszabály formájában újraéleszteni, és gyakorlatilag ezeket bevonni ebbe a nemzetközi hát, kiberkonfliktus rendszerbe. Mert hogy mindig ugyanaz történik, csak a karaktere más, ugye? Igen. Hogy akkor megint egy szereplő szereplőhez. Igen. Ez az én politika tudósi véleményem, illetve Klausewitz beigazolódása, amit látunk a történelem folyamán. Na akkor nézzük meg, hogy mindez Magyarország tekintetében mit jelenthet, tehát hogy, hogy amikor a nagy tech cégeket szeretnénk egy kicsit megregulázni, akkor arra milyen diplomáciai eszközeink lehetnek, mit tudunk tenni, a szűk mozgásterünkön belül? Hát a szűk mozgásterünkön belül. Mi szűkíti a mozgásterünket? Mi a mozgásterünk határa? Ezt próbáljuk meg behatárolni. A mozgásterünket abszolút a résztvevő nemzetközi szervezetekben betöltött tagságunk határozza meg jelen esetben az Európai unió és a NATO tagság. Most egy példát mondok, példának a amikor a németek amikor Angela Merkel Kínába látogatott és fölmerült a két oldalú kiberegyezmény aláírása, akkor éppen a no Spy klauzula miatt végül ez dugába dőlt és nem történt meg. Mi miatt? A no Spy pont a kémkedéssel kapcsolatban nem sikerült megegyezni, és ugye ezt a kín, kín, kínos, kényes kérdést közös nevezőre hozni, hogy ilyen szempontból van mozgás a Németországnak. Magyarország egy hasonló helyzetben nem biztos, hogy ezt a lépést meg tudná vagy megmerné tenni. Azért mondom, hogy a kis államok esetében mindig ez kicsit problémás ez a mozgás Kérdése. A mozgásteret leszögezik egyébként bizonyos dokumentumok is, vagy legalábbis orientálják a legfontosabb irányokat. Magyarország esetében is ez így van, stratégiákban rögzítetten a Nemzeti Biztonsági Stratégia és a Nemzeti Katonai Stratégia is foglalkozik kiberkérdésekkel, kiberfenyegetésekkel. Ezek friss dokumentumok, tehát 2020 és 2021-esek a legfrissebben kiadott stratégiai dokumentumok. És ott már látunk, főleg az előző stratégiákhoz összehasonlítva, hogy ennek a területnek mekkora jelentőséget tulajdonít Magyarország. A kisállamok esetében még sokkal inkább a védelmi komponensek kerülnek előtérbe, nagy államoknál már deklaráltan is támadó kapacitások vannak. Jelenleg a világon 20 olyan ország van, akinek deklaráltan van támadó kapacitása, és 32-ről pedig feltételezik, ez utóbbi körbe tartozik egyébként Magyarország is. Mi, mi ez a támadó kapacitás a kibertérben? Ezt hogy kell értelmezni? Hát most már belementünk, erről beszélünk. El. Igen, hát itt a hekkerség intézményét valahogyan nem legálisan vagy féllegálisan intézményesíteni. A lényeg az, hogy nagy országok esetében már kvázi kiber hadseregek vannak. Tehát a briteknél láthattuk, hogy hogyan állították föl amerikaiak, haderő nem, saját haderő nem jön létre. Tehát ténylegesen is beépítik ezeket Tehát az egységeket a, hát a hadseregen belül. A van ilyen, hadsereg? ilyen. igen. igen. 2010-ben állt fel az amerikai kiberfőparancsnokság, erre gondolsz? Igen, és, és 16-ban szervezték meg dolgozik. a Briteknél ezt a speciális támadó kibererőt, és szépen lassan látjuk, hogy a többi ország is megtesz ezeket a lépéseket, nyilván előbb a nagyok, aztán a kicsik, és Magyarország is ez utóbbi körbe tartozik majd, de már Magyarországon is ugye történt most is egy elég nagy előrelépés, Szentendrén létrehozták a kiberképzési központot, a Magyar Honvédségen belül, és ugye önálló főszemlélője is van. Jó mondom? Igen. Kiber főszemlélő főszemlélő is van. Szemlélő? Kiber szemlélő, főszemlélő. Kovács tábornok úr Igen, szemlében. Igen én olvastam is tőle egy, egy, idézetet egyébként arról, hogy mit is jelent a, a kiberdiplomácia. Uh, úgyhogy, hát, de erről beszélgettünk eddig, tehát azt hiszem, hogy ezt most nem idézem. Annyit áruljanak el ebből, amennyit el lehet árulni. Mert nyilván, de hát ezt úgy is tudják, hogy annyit árulhatnak el. Szóval, hogy, hogy egy ilyen kiberparancsnokságnak az a dolga, hogy megvédje Magyarországot, vagy az is a dolga, hogy potenciális célpontoknál azért megnézze, hogy ott mit tudunk mit tenni. Vagy általában, most akkor nem Magyarországról beszéljünk, úgy általában <laughs> beszéljünk erről általánosságban ugye az a kérdés, hogy melyik a leghatékonyabb védelem. Mert a, a, kibertérben alapvetően az offenzív képességek, a támadó képességek a hatékonyabbak, mint a védekező képesség. Ez azt értjük, hogy egy egységnyi ráfordított erőforrással sokkal több támadó, pusztító erőt lehet létrehozni, mint védekező erőt. Ugye ez annyit jelent, hogy én könnyebben tudok meghekkelni valamit, mint megpróbálni egy saját légbiztos szoftvert létrehozni. Tehát itt a nagy kérdés az az általánosságban, hogy a védelmet úgy érem el, hogy megpróbálom kizárni, lezárni, reziliensé, rezisztensé tenni a rendszeremet, vagy pedig fenntartok egy olyan elrettentő erőt, amit ugye valahogy bizonyítani kell, hogy ez egy hiteles elrettentő elő, hogy a másik fél elgondolkodik azon, vagy eltér attól, hogy ő engem megtámadja. Hogy lehet bizonyítani? Hát ez a nagy kérdés, ugye alapvetően Dékei a nukleáris, időben. pontosan, tehát ugye ugyanott vagyunk, hogyha a 62-es kubai rakétaválsághoz térünk vissza, hogy honnan tudjuk, hogy a másiknak hiteles, biztonságos, másodcsapású nukleáris fegyverei vannak, ugye tudtak tesztelni. Kibertérben ezt nehezebb, be lehet bizonyítani különböző nem állami intézményeken keresztül, hogy látszik, hogy ők is tudnak ilyeneket tenni, illetve, és ezért fontos szerintem a párbeszéd fenntartása, vannak olyan egyeztetések, Feltételezem, hogy vannak olyan egyeztetések a nagyhatalmak között, ahol azért ez, ez felfedik a redőt, hogy milyen képességeik is vannak. Mert az elrettentésben önmagában bízni nehéz, mert védelem is kell, kell mellé. Ez az én meglátásom. Én ehhez kapcsolódok, hogy a 2016-os brit stratégia pont ezt mondja, hogy a védelem az elrettentéssel kezdődik ez az alfa és az omega. És aztán hozzáteszi, hogy az elrettentés milyen eszközökkel, hát lehet a támadó kapacitások, de sokkal inkább a diplomáciai eszközökre helyezi utána ezt követően a hangsúlyt, hogy hogyan építi ki a globális kiberszövetséget és a többi. Tehát olyan, mint a foci. A legjobb védekezés az egész pályás letámadás, nem? Ezt amennyiben minden bírjuk. Minden bírjuk. A egyébként, egyébként visszatérve arra a kérdésre, hogy hogy mennyire lehetséges adott esetben valamit látni, bizonyítani, láttatni a, a kibertérben. Nagyon nehéz, mindent nagyon nehéz. nehezebb a kibertérben. A láttatás egyébként a közhasználatú angol kifejezéssel, az az egyik legfontosabb tevékenysége, amit a kibererők végeznek. Megmutatni, hogy vagyunk. Sőt, van egy ilyen koncepció, amelyik pontosan ahhoz csatlakozva, amit Balázs említett, gyakorlatilag az, az a vélekedés most, hogy az elmúlt években számtalan olyan akció történt, például Ukrajna ellen, 2015-ben napokra megbénultak fontos társadalmi rendszerek, energiahálózat, hogy ennek a valódi célja az volt egyfajta megmutatása annak, hogy itt vagyunk, erre vagyunk képesek nem a konkrét kárnak a, a, kiváltása volt a lényeg, hanem annak a megmutatása, hogy vagyunk, ezek vagyunk, ezt tudjuk. Ez egy, ez egy ilyen játék. De ugye régen ez úgy működött, hogy mondjuk a moszkvai vöröstéren felvonultak a rakéták, meg felvonultak a csapatok. Ugye a kibertérben hát ez egy kicsit nehezebb ilyen így felvonulást van. csinálni, vagy így azért lehet? Ez az egyik elmélet, ami azt magyar, azt, a azt a nagy dilemmát magyarázza például, hogy az elmúlt években számtalan támadás érte Ukrajnát bizonyítottan, vagy majdnem bizonyítottan orosz részről. Miért maradt el most, 2022. februárjában a nagy, mindent elsöprő kiber támadás? Az egyik magyarázat az ez, hogy azoknak a támadásoknak nem az volt a célja, hogy az oroszlán körmeinket próbálgassuk. Azok figyelmeztetések voltak, azok egy nagyhatalmi alkufolyamatnak a részei voltak, jelzések voltak. A kiberháborúval kapcsolatban én hajlok egyébként arra, most az utóbbi időben tényleg ezzel foglalkozva sokat, hogy Kevésbé riasztó, mint ahogy azt az elmúlt hónapokban, években felfestették, mint perspektíva. Egyszerűen arról van szó, hogy én annak az elméletnek adok egyre inkább helyt ma már, amelyik azt mondja, hogy a kibertérben önállóan nagyon pusztító akciókra azért nem lehet és kell számítani, mert egyszerűen nem az a terep. Eh, ahol, eh, ahol ennek a, a helye van. Ahogy megint csak a, eh, a katonák mondják a maguk nagyon egyszerű, de nagyon lényegre látó meglátásával, eh, hosszú évek munkája, rengeteg erőforrás kell ahhoz, hogy néhány órára kiiktassanak mondjuk egy, mondjuk egy Ukrajna méretű országban kiiktassanak egy távközlési hálózatot. Most, két nappal a Kercsi híd támadása után, tehát két nap előkészítés után 41 rakéta és 30 a az ukrán energiahálózatnak tartósan kiesik a forgalomból. Ez közgazdaságtan. Ki az a bolond, aki éveket áldoz rengeteg pénzzel valamire, amit két nap alatt néhány rakétával el lehet érni? A háború az az költséghaszon elméleten is alapuló ügy. Hú, most Monte itt is fogjuk idézni, ugye? De, hát, de igen, tényleg így pénz, van, pénz, tehát pénz. E, e, igen, azt azért annyival hagyj egészítsem ki, hogy amikor már nyílt háborúnál tartunk, de amikor még nem tartunk nyílt háborúnál, pont azért, mert el lehet bújtatni a kibertámadásokat gondoljunk csak a Stuxnet vírusra, hogy az iráni esetben mennyi ideig lehetett azt elbújtatni, a félelem sokszorozó ereje, nem tudjuk honnan, nem tudjuk kitől, nem tudjuk mennyi idő alatt, azért ez ott van. Tehát itt a logikát a, a háború, ahol... Minden szabad, a, ugye a háború logikájában, és a nem háborús nevezhetjük békeidőnek, ez egy érdekes kérdés, hogy a nyílt versengést, amikor nem, nem indítottunk háborút, azt minek hívjuk, de hívjuk békeidőnek, ott a szabályok azért mások, és szerintem ott van több tere a, a kiber támadásoknak maradjunk talán ennél. Egy kicsit még szeretnék beszélni a nagyvállalatok megregulázásáról. <laughs> valahogy jó lenne, ha valami bíztatót <laughs> mondhatnánk itt, hogy... Tényleg annyira látjuk ezt a túlhatalmat, és a túlhatalommal élnek is ezek a vállalatok, tehát hogy, hogy, tényleg a nemzetközi térben jelenleg nincsen olyan, olyan lehetőség, hogy ezt a kiberdiplomácia, a diplomácia segítségével valahogy megoldjuk? látom, hozzám szekezi a kérdést. Igen. <laughs> Mindenképpen, tehát most az Európai Uniót tudom idézni, és a próbálkozásait, majd meglátjuk, hogy több vagy kevesebb sikerrel fog ez végbe menni. Friss jogszabályok, tehát alapvetően ugye az Unió normatív szervként működik, és szabályalkotás révén próbálja többek között az ilyen kérdéseket is megoldani, és azért most adtak ki, nem olyan régen, most jelent meg a a digital market sect és a Digital Services Act, ami kifejezetten arra vonatkozik, hogy alapvetően az amerikai nagy cégeket hogyan tudja kvázi megregulázni, bizonyos kordába terelni és korlátok közt tartani úgy, hogy ez az európai felhasználók számára egy előnyös helyzet legyen a végén. Meglátjuk, hogy ez persze mennyire ér majd, éri, éri majd el a kívánt célt, de ez egy Lehetséges járható út lehet a jövőre nézve? Ez a két szempontból érdekelne most engem, de lehet, hogy önök tudnak még mondani valamit. Egyrészt politikai szempontból, tehát én ne korlátozzák a fontos politikai megnyilvánulásokat ezeken a platformokon, tehát szellemileg persgő legyen és demokratikus legyen a légköre, amit most nem tapasztalunk annyira. A... A másik pedig az, hogy az adataink biztonságban legyenek. Ez azért eléggé fontos, ugye szokták azt mondani, hogy a 21. században az adat az új olaj, tehát olyan értéke van. Ez így van, ezt sok helyről hallottuk már, és ez így is lesz még inkább, ugyanakkor annyira megoldatlan legalább az adatbiztonság kérdése, mint amennyire igény volna ennek a megoldására. Európai ugyanígy egy nagy adat szabályozási csomagot indított útjára, és jogszabályt már megfogalmazta. Ez volt a GDPR, ugye, még évekkel ezelőtt? A GDPR is, illetve most volt egy Data Regulation elnevezésű rendelet is, és most a Data Governance Regulation, ami a kormányz, adatkormányzással kapcsolatos. Tehát látszik az út, és látszik az irány, amit az Európai Unió is követni kíván, de a vége még messze nem. Egyébként az Európai Unió... Furcsa módon a, a külpolitikában, nemzetközi kapcsolatokban nem az utóbbi években nem a legerősebb az érdekérvényesítési képességeit, illetően a, a nagy szereplők között, és akkor most finoman fogalmaztam. De a szabályozási térben ott érdekes módon példaként tekintenek rá. Több ilyen, ez a GDPR vagy GDPR magyarosan írva, ez például egy ilyen példa, ahol az Európai Unió, olyat tett le az asztalra, amivel gyakorlatilag az egész világnak a, egy bizonyos nagyon fontos terepen, ez ugye alapvetően a, a személyiségi jogok, az adatokhoz fűződő személyiségi jogok problémája, nagyon komolyat tett, és igazodási pontot hát, formált a világban. De hadd mondjam azt, hogy egyébként szerkesztő úrnak ehhez a hát, érdeklődési teréhez kapcsolódva létezik, és nem is akárhogy egy olyan fogalom, hogy adatszuverenitás, tehát kifejezetten az adatra vonatkozóan, és ez abszolút központi kérdés számtalan ország politikájában, diplomáciájában, olyan okéban, olyan Egyáltalán nem jelentéktelenekében, mint például India. Iszonyatosan fontos, kulcsfontosságú. Egyébként, a, amivel ki tudják kényszeríteni, mert ugye az egyik kérdés arra is vonatkozott, hogy mit lehet tenni. Törvényeket hoznak az indiaiak, az, a, a saját adataiknak a védelmére ez nagyon egyszerűen annyit jelent, egy olyan elvet törvényel érvényesítetnek, hogy az ország területén belül keletkező adatok, ne kerülhessenek ki máshová horribilis mennyiségű adat keretkezik egyébként mondjuk egy, egy Walmart nevű amerikai vállalatnál, 60 percenként keletkezik 3-4 terabájtnyi személyes adat például. De ezt őket. meg lehet csinálni, hogy, hogy ne kerüljön ki, hát ott keretkezik az adat, meg. egy nagy multi cég, amelyiknek a központja, mit tudom én, hol van, Jamaikán mondjuk, mondjuk ezt, és, és Indiában keletkeznek az adatok, hát automatikusan, nem tudom, a grönlandi szervelein tárolja az adatokat. Nem, nem, nem. Ezt mondja, Indiában. Éppen Ezt mondja ki a törvény, hogy azt mindent lehet vele csinálni, India fizikai határaim belül. De ezt egy... nem lehet kivinni. Jó, de ehhez kell egy india méretű állam. Mindenhez kell egy india méretű hát, állam, halljá. ha valamit el akarunk érni, vagy valami hasonló. És az India ugye jó példa, mert az egyik igazi felemelkedő csillaga a nagyhatalmak körében igyekszik is ezt érvényre juttatni. Amikor próbáltam magamnak megfogalmazni mindezt, most már így a műsor vége felé mondom, de szinte a zárszó előtt, hogy, hogy valahogy úgy éreztem, hogy, hogy amikor a geopolitikáról beszéltünk régen, mondjuk a, a földrajzi felfedezések előtt, tehát mondjuk az 1400-as években Európában másként kellett beszélünk a geopolitikáról, mint 50 évvel később, az 1500-as évek közepén, hiszen felfedeztünk egy új földrészt. Most itt megint felfedeztünk egy új földrészt, ugye? Egy a, tehát ez a kibertér, ez e, új, persze már pár évtizedes, de mégiscsak új, tehát a geopolitika, ez a, a politikának a jellege is megváltozott ezáltal, nem? Ha nem így van, mondják nyugodtan. A politikának a jellege, ugye megint visszatérünk az ezt viszont már a saját mondatom, hogy az én meglátásomban a hatalom természete nem változik, a karaktere és viselkedése igen. Tehát itt az a kérdés, hogy mit ért politika alatt, demokrácia, autoriter állam, föderalizmus így gondolja, vagy pedig a hatalom gyakorlásának elveire gondolkodik. Ugye annyiban érdekes ez a kérdés, hogy a kibertér nem egy új földrész lett, nem arról van szó, hogy meg tudtuk mondani, hogy itt még nem vagyunk, ott már vagyunk, hanem itt van velünk, és itt van a mindennapi életeinkben. Én az én meglátásomban ugyanazt a hatalmi versengési logikát látom itt is, amit megélünk a kibertérben, mint a többi térben, és bár egyes állami vezetők szeretnék azt mondani, hogy a kibertér, a kritikus infrastruktúra védelme, a nukleáris non és a klíma, általában ezt a négy dolgot mondják, ezek úgynevezett sui generis csúnya latin szóval önálló, különálló, a világtól elrugaszkodott szeletek, látszik, hogy nem ugyanolyan versengési kérdések, mint a mindennapjaink többi része. Köszönöm szépen, akkor ez a mai zárszónk. Nagyon szépen köszönöm önöknek a beszélgetést. Kedves nézőink, önök az Ez itt a kérdést látták, misorunkat visszanézhetik a mediaclip.hu-n és a Youtube-on is természetesen. Mit hozhatná, mi hozhatná el a békét az orosz-ukrán háborúban? A holnapi Ez itt a kérdés műsorában erre keressük a választ. A kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!